Zobaczcie. Sokszor mondják, hogy teher egy borfesztivál, de azért mindenki meg tudja oldani, és meg szokta oldani ezeket a rendezvényeket, mert hát tulajdonképpen ez egy alkalom arra, hogy megmutassuk a borainkat a fogyasztóknak, a szegedieknek és a Szeged környéki lakosoknak. Remélem, itt is mindenki jól érzi magát. Hölgyeim és uraim, tudják, hogyha az ember valamit nagyon akar, akkor én azt gondolom, hogy el tudja érni a céljait, meg tudja valósítani az álmait. Májusban, amikor én kezet fogtam a borászokkal a borfesztivál utolsó napján, gondoltam arra, hogy néhány hónap múlva fogunk találkozni ismét egy pohár bor mellett, kellemes programok közepette itt a Dóm téren. Abban biztos voltam, hogy a borászok itt lesznek, abban is biztos voltam, hogy én és munkatársaim, és a velünk kapcsolatban lévő cégek mindent megtesznek azért, hogy ennek a bortérnek ezt a varázslatos kubatúráját megteremtsük, és igazi színes programokkal kedveskedjünk Önöknek. Abban persze kevésbé lehettem biztos, hogy az időjárás az vajon kedveze nekünk. Azt gondolom, hogy most maradéktalanul elégedett lehetek. Hiszen, ahogy elhangzott, soha ennyi borász, 101 még a bortéren nem volt jelen. Elmondhatjuk, hogy az ország minden borvidékéről szép számmal képviseltetik magukat.